Ma, május 31-én lejárt az építésnek a határideje, tehát már kellett volna készre jelentenie az ATK konzorciumnak a pályaépítés befejezését. Ez megállapodott, hogy nem valósult meg. A közöttünk lévő szerződés, tehát a város és az ATK konzorcium közötti szerződés életben van, a határidő elmúlt, ezért holnaptól az önkormányzat érvényesíti az összes olyan jogát, amelyet a szerződés rögzít. Ez azt jelenti, hogy napi 10 millió forintjával bejelentjük az igényünket a kövérre. Ez 90 napig ketyeghet, mert a kövér maximális értéke az 900 millió forint. Egyúttal lehívjuk az előlefizetési garanciát, bankgaranciát, és lehívjuk a teljesítési bankgaranciát is. A továbbiakat egyeztetjük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Tudni kell, hogy a közöttünk lévő szerződés, az ATK konzorcium és a város közötti szerződés azzal, hogy a teljesítés határideje lejár, még nem szűnik meg. Innentől kezdve a FIDIC sárga könyv előírásait kell alkalmaznunk, ami azt tartalmazza, hogy most fel kell szólítanunk az ATK konzorciumot arra, hogy fejezze be a kivitelezést, és hogyha 14 napon belül nem fejezi be, és úgy látjuk, hogy a befejezés ellehetetlenül, akkor az önkormányzat felmondhatja, 14 nap múlva ez a szabály, felmondhatja az ATK konzorcium és a közötti lévő szerződést úgy, hogy már nem veszélyezteti a közbérlet beírásának a lehetőségét. Természetesen, amennyiben a ATK konzorcium nem tudja a felszólításokat befejezni a megjelölt időben a kivitelezést, akkor a következő történik. A mérnök, akit a önkormányzat bízott be, felméri azt, hogy mennyi, milyen értékű munka az, amit elvégzett az ATK konzorcium. Az ATK konzorciumra elszámolunk, hogy a legutóbbi számlakibocsátás óta mennyi az a munka, amit még elvégeztek és ki kell fizetni, nyilván ezt meg kell vitatni. Egyúttal a felmérés után egy új közbeszerzési eljárást kell kiírni, aminek a nyertesét a szerződés kötve meg kell fejeznünk a villamos pályaépítés. A villamos pályaépítésnél tudni kell, hogy a új villamosok azok 2014 márciusában érkeznek egy teljes számban. Az első villamos az 2013. március 19-én érkezik meg, utána még kell teljesítenie ahhoz, hogy az összes engedélyt megkapassa a próba futását, ez durván 10.000 kilométer. Ezt tudja teljesíteni a nagyállomás és a fórum, a pláza közötti szakaszon, tehát igazából a kettes villamos pályának meg nem épülése, hogyha addig nincs kész, akkor az nem veszélyezteti villamos próbafutását, és 2014-re pedig viszont a kettes villamos vonalának teljes egészében el kell készülni ahhoz, hogy a megérkező villamosokat forgalomba tudunk állítani. Mi úgy látjuk, hogy ennek minden esélye megvan, mert a számításaink szerint egy új közbeszerzési eljárás, amennyiben erre ez a minőségbiztosításon túl vagyunk, illetőleg a felmérés és az elszámolás megtörténik. Az ATK konzorciummal az durván a kiírástól számított 4 hónapon belül munkaterületet tudunk adni. Az azt jelenti, hogy valamikor ősszel folytatódhat a kivitelezés. Amennyiben módosítottuk volna az ATK konzorciumban a szerződésünket, és a határidőt módosítottuk volna, mert ezt a
igyekeztünk minden körülményt mérlegelni, az egyrészt azt jelentette volna, hogy a ködbértől mindenképpen elesünk, nem tudjuk leírni ebben az esetben, illetve a módosítás csak akkor lett volna lehetséges, hogyha olyan a két szerződő fél érdekkörén kívül előre nem látható ok van a szerződés módosítása, amit elfogad a Nemzeti Fejlesztés Ügynökség, és úgy látjuk, hogy kellően alátámasztott ahhoz, hogy egy Európai Uniós auditot is